1945. január elején 264 embert hurcoltak el Málenki robotra Mérkről, 42-en soha nem tértek vissza. Az ő emlékükre parkot, korábban pedig márványtáblát állítottak a településen. 2010. szeptemberében a helyi német nemzetiségi önkormányzat állította ezt az emlékművet, amire igyekeztek minden elhurcolt nevét vésetni, és most, amikor a 70-es emlékévet meghirdették, és pályázatokat lehetett beadni, úgynevezett gulák pályázatokat, akkor a nagy önkormányzat a 2015-ös évben ennek az emlékparknak a kialakítására pályázott. 500 000 forint támogatásból és önkormányzati pénzből alakították ki az emlékparkot. Az átadó ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő is szólt, Encsencs, Mérk, Vállai és Nyírmihájdi. A négy településről közel 1000 embert hurcoltak el, mondta a politikus. Nekem az a véleményem, hogy nem elég emlékezni, hanem az emlékekből tanulni kell, és ennek a nemzedéknek. Ezen emlékek nekünk azt idézik, hogy össze kell fogni az országért. Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy azok az évek, amelyek ugye az első és a második világháborút ránk hozták, ne ismétlődjenek meg, és erre tanítanak bennünket őseink munkája, erre tanít bennünket a gulágra elhurcoltak emléke. A mérki visszatérők, valamint az elhurcoltak szerettei méltó helyen emlékezhetnek a 70 évvel ezelőtti történésekre, mondta az átadó ünnepségen az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi főosztályvezetője. Magyarország kormánya a 2015-ös és a 2016-os évet a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt honfitársaink emlékévévé nyilvánította, és amellett, hogy zajlanak nagy országos jelentőségű programok is, hiszen nagyon komoly megemlékezések, konferenciák, kutatások zajlanak, amellett lehetőséget biztosít ez az emlékév arra is, hogy a helyi közösségek, ahonnan tényleg az elhurcolások megtörténtek, a helyi közösségek is tudjanak emlékezni, és akár különböző programokkal, vagy akár ilyen szép emlékhelyekkel is. A történelemnek még mindig vannak rejtett részei, de a jelenlegi adatok alapján 70 évvel ezelőtt mintegy 800 000 magyart hurcolhattak el kényszermunkára.